Sziasztok, ez egy újabb, rövidebb teória lesz Deadpoolról. Hamarosan érkezünk júniusra, amikor is jön a harmadik filmje a karakternek. A trailerben van egy nagyon érdekes jelenet, méghozzá amikor a TVA képernyőin az MCU úgymond abszolút pontjait láthatjuk, ugye ezek azok a pontok, amiknek még meg kell történnie. Itt volt bennem egy olyan elgondolás, hogy mi van, hogyha ez a pont nyitja meg az utat a titkos háborúk felé. Ezzel már egy másik videóban foglalkoztunk. Sötét Marvel teória. Ez már a titkos háborúk. A Deadpool 3 egy elképesztően jó filmnek ígérkezik, ami önmagában is egy érdekes történet lehet, de nagyon szorosan kapcsolódhat a Bosszúállók 5. részéhez. De most így kibővítve, mi van, hogyha így hozzák be a mutánsokat? A Sokovia jelenet egyszer biztos, de még egyszer pedig várhatóan feltűnik a filmben, de még vannak arra viták, hogy ez nem teljesen az. Most tételezzük fel, hogy de, ez a Sokovia jelenet, akkor már ott vagyunk, hogy van egy Wandánk és egy Pietrónk, a képregények szerint ez a két mutáns. Mi van, ha Deadpool pont ezt fogja majd elősegíteni, hogy az MCU-ban is hivatalos mutánsként említsék meg őket, amikor bemutatkoztak, a jogok nem voltak a Marvelnél, így nem nevezték őket mutánsoknak. Most ez az akadály már nem létezik, így Deadpool akár ő maga átírhatja ezt a pontot, ezzel elősegíti a többi mutáns eljövetelét, mivel felfedik magukat. És akkor vissza a videó elejére. Újra ott tartunk, hogy a titkos háborúk. Máshogy történik meg valami a szent idősíkon, a TV belevatkozik, térfúzió, csatavilág, és már ott vagyunk a titkos háborúk kapujában. Ez szerintem eléggé érdekesnek néz ki, és most már minden arra mutat, hogy meg fog történni valamilyen szinten az, hogy minden út a titkos háborúk felé vezet. Gyakorlatilag az utcai történetek az apostolok összejövetelét vetíti elő, még a multiverzumi pedig a multiverzum összerombolását. Tehát az utcai az a hősök, míg a fenyegetés az pedig a multiverzumi részt mutatja be. Szerintem ez egy érdekes koncepció, csak türelmet kell neki hagyni, meglátjuk, mi lesz ebből. Írjátok le kommentbe, hogy szerintetek mikor jön a mutánsok korszaka az MCU-ba. Én azért nem tartom valószínűleg, hogy ez az átírás teljesen kihatással lesz az MCU-ra, hanem inkább tényleg az, hogy emiatt majd egy kicsit bajosabb lesz a multiverzumi idősík, de majd meglátjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!